Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, remélem, hogy mindenkinek nagyon kellemesen telt a húsvét. Hát a gyomrokat szerintem mindenki megterhelte a sok finomsággal. Ha valaki mégsem, vagy pedig szeretne a jövőben egy kicsit egészségesebben, tudatosabban táplálkozni, akkor most nagyon figyeljen, ugyanis vadhúsos ételek kerülnek terítésre nagynén Nánási Rita jó voltából. Szia, jó estét! Szia, köszöntöm a nézőket! Hát mi is köszöntünk, nagyon szeretjük az olyan vendégeket, akik nem üres kézzel érkeznek, vagy legalábbis itt a szemünk látára alkotnak valamit, ami azért egyrészt van benne egy ilyen kis mazohizmus, hogy mindezt nyálcsorgatás nélkül meg tudjuk csinálni. Egy nagyon klassz éttermet nyitottatok, gyakorlatilag azt gondolom, hogy hiánypótló, hiszen kifejezetten vadhúsokra specializálódott étterem nem volt Nyíregyházán. Mi volt egyébként a ti motivációtok? Nagyon örülök, hogy a hiánypótló szót használtad, ugyanis mi is ezt gondoltunk, és többek között ez volt a motiváció egyik alapja. De ahonnan az egész indult, az az, hogy mi magunk nagyon szeretjük a vadhúst, ugyanakkor a munkánkból adódóan nagyon sokat voltunk úton, és nagyon sokszor azt tapasztaltuk, hogy sehol nem kapunk a fehér abroszos éttermeken kívül máshol vadhúsos ételeket, és egy kicsit megkutattuk ezt a területet már csak kíváncsiságból is, és jobban beleásva magunkat nemzetközi és hazai tanulmányokba, azt találtuk, hogy igazából a magyar emberek nagyon is szeretik a vadhúst, ugyanakkor mégis 20 deka per fő per év a fogyasztási mennyiség. Nagyon kevés. Kevesebb, mint a halaké. Úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy megnézzük, hogy mi lehet ennek az oka. És hál' Istennek nem azt az okot találtuk, hogy nem szeretjük a vadhúst, hanem nehezen férnek hozzá, kevesen tudják, hogy hogy kell úgy elkészíteni, hogy ne száradjon ki, vagy ne maradjon nyers, illetve ahhoz képest, hogy nem tudják, hogyan kell jól elkészíteni, vagy kevesen tudják, hogy kell jól elkészíteni, ahhoz képest drágának találják, hogy kísérletezzenek vele. És akkor álmodtunk egy merészet, és gondoltuk, hogy akkor megoldjuk mi ezt a problémát az embereknek, és a zászlónkra tűztük a magyar vadhús népszerűsítésének a küldetését, és azóta is ez a küldetésünk, és egy több mint két éves előkészületi munka eredménye, hogy ez év március 22-én megnyithattuk az éttermünket, ami a Rolf de Wolf névre hallgat. Úgyhogy azóta már nagyon sokan kóstolták a vadhúsokat, és büszkék vagyunk arra, hogy nagyon sokan már túllépték az évi 20 dekás átlagot. Szuper! Szerintem lehet, hogy mi is közelítünk, ha majd megkóstoljuk. Ugye ez a Rolfról elnevezett farkas, gondolom, hogy mindenféle húst szívesen elfogyasztott annak idején az erdőbe. Hányféle vadhúsotok van? És ugye nyilván itt most a stúdióban nem tudunk egy pörköltet elkészíteni, viszont nagyon jó ötlet tudunk adni arra, hogy például szendvicsbe hogyan tegyük, és ez is egy hiánypótló dolog, mert legalábbis én úgy képzelem el a vadat, hogy őszpörkölt, vaddisznópörkölt, vagy valamilyen brutálisabb étel, de például, megmondom őszintén, eddig eszembe se jutott, hogy szendvicsbe is tegyek. Igen, nekünk is ez volt a tapasztalatunk, hogy ha vadhús, akkor többnyire a pörköltöknél maradunk. Éttermek kapcsán egy-egy sült előfordulhat, de kihasználva a vadhúsok adottságait, mi szerint rendkívül zsírszegények, nagyon magas a fehérjetartalmuk, és alapvetően nagyon egészséges húsokra beszélünk, gondoltuk, hogy hagyjuk meg ebben a mi voltában a vadhúsokat, és tegyük egy hétköznapokban is könnyen fogyasztható köntösbe. Innen jött a szendvics ötlete. Rita, adok neked kesztyűket. Amit már el is készítek. Ne bánjunk kesztyűs kézzel itt a dolgokkal, mert hogy nagyon fogy az időnk, és akkor szeretnénk, hogyha tényleg megmutatnánk a nézőknek, hogy nem is olyan ördöngőség, nyilvánvalóan az alapanyag nagyon fontosak, hogy jó minőségűek legyenek, jól elő legyenek készítve, de pár perc alatt egy fantasztikus vacsorát lehet akár, vagy ebédet, vagy bármi mást készíteni. Igen, nos, mit fogsz nekünk készíteni? Most én szarvas és gyöngytyúk húst hoztam. Egyébként visszatérve a kérdésedre, jelenleg az étteremben 6 féle vadhús közül választhatnak a vendégek, és aztán a termékfejlesztés további részében bővítjük ezt a portfóliót. A szarvast azért hoztam, mert ez a legnépszerűbb húsfajtánk, és ez a legnépszerűbb szendvicsünk. Egyébként meg ez áll a lista elején az étlapon, tehát aki kételkedik, vagy van némi aggája, elkezdi az elején, és aztán nagyon hamar végighalad ezen a listán, majd kiválasztja a kedvencét. A gyöngytyúkot pedig azért hoztam, mert az egy nagyon, nagyon jó alternatíva és átmenet a vadhúsok, illetve a háztáji jellegű tyúkhús között, tehát ha valaki egy kicsit vonakodik, vagy nincs tapasztalata a vadhúsok kapcsán, akkor a gyöngytyúk az egy nagyon jó választás lehet. Igazából arra törekedtünk a termékfejlesztés során, hogy megtartsuk a húsok karakterét, mert egy nagyon karakteres
ízvilágról beszélünk minden vathús esetében, mindegyiknek nagyon különböző és nagyon különleges íze van, úgyhogy igyekeztünk a lehető legsemlegesebb zöldségeket választani, és olyan fűszerezést a húsoknak, amik igazából csak aláfestenek a húsoknak, és kiemelik a hús karakterét és annak ízvilágát. Most elkészítem a szarvas szendvicset. Nyilván a hús, ahogyan mi készítjük, azért olyan, mert olyan konyhatechnológiai eljárást alkalmazunk, amivel ezt az állagot tudjuk elérni és biztosítani, illetve hát természetesen a receptúrák azok titkosak, tehát azt most itt nem tudom megosztani. De mi az a konyhatechnikai trükk, amivel készült olyan? Alapvetően szuvid eljárást alkalmazunk, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy nagyon alacsony hőfokon, hosszú órákon át hőkezeljük ezeket a húsokat, vákumtasakba lezárva, és ezáltal nyerik el azt az állagot, hogy továbbra is omlósak, puhák és szaftosak maradnak ezek a húsok, mindemellett pedig a vathúsokban lévő nagyon értékes tápanyagokat, ásványi anyagokat is magukban tartják, tehát az nem fő ki belőle, hanem a vákumtasakban belefő. Az étteremben a szendvics elkészítési módja az a következő, megpirítjuk a csebattákat, ahogyan itt látszik kívül-belül, közben még azok pirulnak, addig serpenyőben felpirítjuk a húsokat, kapnak egy kérget, amitől csak még szaftosabbá válik, majd pedig ezt az adagot megpróbálom beleaplikálni, belerakjuk a húst a szendvicsbe. Ó, mi megmarad, azt elcsipegetjük, nem probléma. De egyébként elvágjátok a szendvicset, és én szerintem jut mindenkinek. Tehát belerakjuk a húst a szendvicsbe, a hozzápasszoló zöldségekkel, igyekszünk minden szendvicsbe valamilyen marinált zöldséget csempészni a savak miatt, hogy jobban kijöjjenek az ízek, és minden szendvicshez a hozzáillő mártást használjuk, ez esetben a szarvashoz vörösboros áfonyás barna mártást fogunk adni. Ja, Istenem! Nagyon jól néz ki, ne arra, hogy muszáj ezt megkóstolnom, mert nekem úgy se jutnám megeszik. Egész nyugodtan. És akkor jön rá a mártás. Egyébként főzött mártásokról beszélünk. Minden mártást mi készítünk el, és a legprofibb séfekkel együtt dolgoztuk ki a recepteket a megfelelő koncepció alapján, amit mi annak idején megálmodtunk. Na, még egy kis paradicsom. Jön rá a paradicsom, és ezt követően pedig egy kis retek vagy poréhagyma csíra, ami nem csak a díszítést szolgálja, hanem nagyon intenzív hagyma íze van, és ezáltal ez sem marad ki. Majd pedig a közepében jön a fapálca, étkezésnél, hogy ne essen szét. Tehát így néz ki a szarvas prédánk, hogy így mondjam, ugyanis így nevezzük az ételeket, prédának neveztük el őket. Hát Rita, szerintem a hét dolgozójának felajánljuk majd ezt a prédát, rávet. Addig ne várjatok vele, vagy ma hirdessétek ki. Igen, rávethetjük magunkat. Nagyon szépen köszönöm, és bízunk benne, hogy rengeteg éhes száj elégedetten távozik majd az éttermetekből.